Jó estét kívánok! Pécsett a 62 ezerből közel 9-10 ezer olyan lakásház van, ahol a szennyvíz nem a csatornába, hanem egyedi szennyvízgyűjtőbe vagy egyedi szennyvíztisztító berendezésbe kerül. Ezek többségét el kell onnan szállítani. Ilyen területek Somogy, Hírd, Vasas, Rigóder és Málom környéke, és ilyen a Mecsekoldal egy része is. Erre a 9-10 ezer lakásra, illetve tulajdonosaira vonatkozik az a rendelet, amit múlt heti ülésén hozott Pécs megyei jogúváros képviselőtestület. Ma esti stúdiónk vendégei Traj Ferenc, a 3-as számú választókerület önkormányzati képviselője, és Gonda Tibor, a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Nagyon sok emberre vonatkozik tehát ez az új rendelet. Mi benne az új, mi benne a legnagyobb változás a korábbiakhoz képest? Számos új eleme van ennek a rendeletnek. Talán a leglényegesebb az, hogy egy olyan alapvető közösségi igényből indul ki, hogyha elfogyasztásra kerül ivóvíz, és ebből végtermékként kommunális folyékony hulladék képződik, akkor valahogy ez ellenőrizhető formába visszakerüljön a tisztítórendszerbe. Ezért a rendeletünk által kötelezővé tettük, hogy a szennyvizet, vagy folyékony kommunális hulladékot ellenőrizhető módon az önkormányzat által megversenyeztetett és pályázaton elnyert vállalkozókkal begyűjtsék, és eljuttassák a megfelelő helyre. Erre korábban semmiféle szabályozás nem volt, tehát mindenki úgy csinálta, hogy akarta, és ahogy tudta? Valamilyen módon volt ez szabályozva, de ennyire szigorúan, mint ahogy most ez a rendelet szabályozza, nem volt, hiszen ez a rendelet kimondja azt, hogy némi türelmi idő, ez egy 3-4 év után a fölhasználásra került ivóvíznek a 80%-át igazolható módon, tehát az állampolgárnak is és a szennyvízszállítással foglalkozó vállalkozó által is igazolt módon el kell juttatnia a szennyvíztisztító telepre. Ez az egyik verzió volt, amit végül is elfogadott a testület, de a vita a tárgyalás során felmerült egy másik javaslat is. Traj Ferenc képviselő úr javasolta, ha jól emlékszem, egy francia példa nyomán. Nem, én nem francia példa, én Magyarországon több városban, de még nem sikerült pontosan ezt megszereznem, hogy melyik városok, de hát nyáron elég sokat próbáltam ezt az ügyet tisztázni. Hát a szabadságok és egyéb miatt nem ment, de hát most majd azt hiszem, hogy eredményes lesz. Tehát Magyarországon több városba bevezették azt a megoldást, hogy ott is fizetik a szennyvízdíjat az állampolgárok, ahol a rendszer nincs kiépítve. Ezzel szemben viszont a város kötelezettséget vállal arra, hogy elszállítja bármilyen mennyiségbe azt a keletkezett szennyvizet, tehát az állampolgárnak az a dolga, csak bejelenti, hogy megtelt az emésztőgödör, és akkor egy meghatározott időn belül, egy napon, két napon belül ezt elszállítják. És ennek az előnye az, hogy ilyenkor a város, mert ez nagyon nagy költséget jelent a város számára, tehát rákényszerül arra, hogy minél nagyobb pénzt áldozzon arra, hogy a csatorna rendszert kiépítse a városba. Viszont az állampolgárnak meg nem érdeke, hogy az emésztőgödröt hát a jelenlegi állapotába tartsa meg, tehát hogy elszivárgóra, hanem neki teljesen mindegy, hogy most a víz elszivárog vagy nem szivárog el, mert úgyse kerül pénzbe az elszállítása. Tehát ez lenne ennek az előnye. Ez jóval több pénzbe kerülne a városnak, hiszen hogyha kiszámoljuk a csatornadíj egy köbméter vízre vetítve 70-80 forint körül van, a szennyvíz elszállítása köbméterenként pedig 4-500 forintba kerül. Hát mondjuk 420 a Vasasról, 400 a mondjuk most meghatározták, hogy a Fekete Gyémánt tértől északra ez a terület az, ahol 400 és 380 ettől kell, vagy a szennyvíztelep irányába. Tehát ez a 400 átlagosan. Tehát azt jelenti, hogy ha 5 köbméternél kevesebbet viszont nem, tehát nem köteles elszállítani a szállító, akkor ki lehet számítani, hogy ez mennyi költséget jelent. És vannak olyan helyek a városban, ahol a talajvíz következtében, tehát ezek a megfúrt emésztőgödrök szinte naponta üríthetők lennének, mert hát a talajvíz miatt telik föl, és nem kimondottan a képződött szennyvíz miatt. De hogyha mindenki csatornadíjat fizetne, akkor ez a városnak lenne vajon elegendő pénze arra, hogy a közel 3-4-szeres költséget ő a saját pénztárcájából állja? Hát nézze, a városnak abban a pillanatban, hogyha ez a költség a nyakába szakad, akkor megpróbál mindenféle pályázati lehetőséget igénybe venni, hogy ezt minél nagyobb mértékben ki tudja építeni. Hát csak a saját példámat mondom, a környékünkön a lakossági hozzájárulás 17-20%-a annak a bekerülési összegnek, amit különböző pályázatokkal, illetve hát a város költségvetéséből kellett fedezni.
Ebben a verzióban az állampolgárnak nem érdeke, hogy kilúggassa a szennyvízgyűjtőjét, az elfogadott rendelet viszont előírja, hogy tilos kilúggatni, vagyis a zárt rendszerű emésztőről gondoskodni kell. Bírság is jár, hogyha ez nem valósul meg. Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Ennek egy több oldalú ellenőrzési lehetősége van. Egyrészt az állampolgárnak is igazolnia kell, hogy elvitette a kommunális folyékony hulladékot, másrészt pedig a vállalkozóknak fél évenként le kell jelenteni a vízmű felé, hogy kinek a hulladékát adta le, kinek a szennyvízét, milyen mennyiségben, és hát évente ezt összegzik, és így az illetékes műszaki iroda munkatársai nyomon tudják követni. Ha szabad egy gondolat erejéig visszatérni az előző témára, hogy a várospolgárainak valószínű, hogy hát rövid távon, illetve a szennyvízcsatornára be nem kötött polgároknak rövid távon biztos, hogy jobban megérni az a lehetőség, ha csak a szennyvízdíjat fizetnék, nem pedig ezt a 3-4-szer olyan magas elszállítási díjat, viszont tehát rövid távon a városnak erre nincsen lehetősége, hogy ezt a terhet átvárja. Ugyanakkor viszont Pécs azt gondolom, hogy az elmúlt 1-2 évben, és várható, mivel elkötelezettségeink vannak a következő években, rendkívül dinamikusan próbálja épp ezt a területet fejleszteni. A kommunális fejlesztések közül a legdinamikusabb az a szennyvíz fejlesztési terület, itt milliárd fölötti összegekről beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy 1-2 éven belül ez az ön által említett 9000 fogyasztó vagy háztartás, ez radikálisan le fog csökkenni 1-2 ezerre, és akkor egy elvárható cél lesz az, hogy akiket már nem tudunk semmiképpen egy csatornás rendszerre rákötni, azok helyileg oldják meg valamiféleképpen az előtisztítást, vagy pedig még szigorúbban a mostani rendeletnek megfelelően az elszállítatását a kommunális hulladéknak. A rendszerben sok területen be van építve az ellenőrzés. Magának a tulajdonosnak kell-e majd igazolnia valamit, vagy ezt a társulás végzi, tehát a szennyvíztisztítóból álló társulás? A város igyekezett, hogy ebből a rendelőből bár kötelezettsége jár, mégis a lehető legpolgárbarátabb megoldást hozza ki, és ezért megversenyeztette az erre szakosodott vállalkozókat, tehát egyszerűen kifejezve az ippantósokat, és azt mondhatom, hogy talán jó volt ez a versenyeztetés, hiszen itt nem a szabad verseny érvényesül. Az elnyert pályázó közel egy 30%-kal alacsonyabb díjért vállalta ezt, mint az utána következő második helyezett pályázó. De egyben ezt a nagyon szigorú kötelezettséget is föl kellett vállalniuk, hogy a napra készen adminisztrálják, hogy honnan, mennyit szállítanak el. Tehát végül is itt az ellenőrzés elsősorban nem a lakossági adatszolgáltatásra fog épülni, hanem a vállalkozónak az adatszolgáltatására. Ez a díj viszont nem egységes a városban. Vannak területek, ahol magasabb összeget kell fizetni egy köbméter szennyvíz elszállításáért. Miért? Hát azt hiszem, hogy a távolságból adódik ez, mert a szennyvíztelep és a keleti városrész között rettentő nagy a távolság, miközben ugye a városnak a másik területei meg közelebb kerültek. Mert valamikor az ipari úton volt egy üritőhely, ami megközelítőleg a városnak mindkét részéhez azonos távolságra volt, de ez most kitolódott, tehát a nyugati oldal, nyugati városrészbe. És hát talán nem tudom, hogy a Tibor elfelejtette említeni, itt valami kompenzáció is szóba került a közgyűlésen, ami nagy vitát váltott ki, mert ugye a keleti városrész képviselői, tehát a vasasi, a szabolcsi képviselő, én ugye nem voltam érintett, mert ugye a Fekete-Gyémán tértől északra eső területek azok mind csatornázottak majdnem. Tehát ők kérték azt, hogy valamilyen kompenzációt dolgozzon ki a közgyűlés ennek a magas túlzott szállítási költségnek a kompenzálására. Ha kompenzáció helyett esetleg egy új szennyvíztelep épülne ebből a pénzből, vagy nincs arányban a kettő? A szennyvíztelep az több milliárdos beruházás, most épült egy olyan nagy, aminek a kapacitásának a 20-30%-át tudjuk kihasználni, tehát Isten őrizzen, hogy Pécsen még egy nagy szennyvíztelep épüljön, ez bőven elég, viszont amit a Trajferi bácsi felvetett, az azt gondolom egy jogos lakossági igény, hiszen attól függetlenül, hogy a város melyik részén él egy polgár, nem tehetünk különbséget hosszú távon, hogy egyik drágábban szállítatja el a folyékony hulladékát, másik pedig olcsóbban, tehát több képviselő többek között én is egyetértek ezzel a valamiféle kompenzáció bevezetésével. A szennyvíz kérdés környezetvédelmi kérdés is egyben. Beszéltünk arról, hogy nagyon sokan kilukasztották a szennyvízgyűjtőt, hogy kevesebb legyen a szennyvízük. Ez vajon mennyire szennyezte meg már eddig a várost? És ez a mostani rendelet segít-e vajon abban, hogy ez megálljon ez a folyamat? Ez a rendelet minden bizonnyal segít, hiszen azt gondolom, hogy a polgárokban azért alapvetően volt egy jó szándék a környezetük védelme iránt, de talán azt gondolhatták egyes polgárok, bízok benne, hogy nem több, és bízok benne, hogy
az érintett háztartások zömében nem ez a jellemző, hogy elszivárog a szennyvíz, de azt gondolták, hogy az az egyéni haszon, amit hirtelen el tudnak érni azáltal, hogy ők elcsorgatják a szennyvizet, az talán több annál a kárnál, mint amit a környezetükbe okoznak. Most ez a rendelet kapcsán biztos, hogy ez a szemlélet megváltozik, hiszen tudják, hogy így is fizetniük kell az elszállításért, így is úgy is igazolniuk kell, hogy elszállítják. Hangsúlyozom, 2000-ben már a 80%-át felhasznált víznek igazoltan el kell szállítatniuk, tehát innentől kezdve abszolút semmi érdekeltségük nincs abban, hogy ez a szennyvíz elfolyjon. Adataim nincsenek arra, hogy mennyire szennyezi ez az ivóvízkészletet, de egyes visszajelzések azért már azt mutatják, hogy bizony a város egyes részeiben ez a kommunális folyékony hulladék veszélyeztette az ivóvízkészlet állapotát. A város tehát 80-90%-a már csatornázott, de ott van az a 10-20%, ami nem. Ez országos viszonylatban mennyire jó vagy rossz hely? Ez egy nagyon jó hely. Ez nem csak országos viszonylatban, európai viszonylatban is jónak mondható, és ha sikerül a 2-3 év alatt megvalósítani azt a beruházás tömeget, amit így elterveztünk, akkor ez 90% fölé vihető ez a szám, és azt gondolom, hogy ez bármilyen európai mércével is egy megfelelő állapotot tükröz. Ez a rendelet tehát életbe lép, Traj Ferenc ötletéből lesz-e konkrét javaslat, ami esetleg közgyűlés elé kerül? Hát én ígéretet tettem a közgyűlésen, hogy amennyiben megkapom én ezeket az adatokat a minisztériumtól, akkor én kidolgozok erre egy előterjesztést, és hát ugye nekem ott volt egy támogatóm az ellenzék részéről, a Körnömi Attila, aki mellszélességgel támogatta ezt, és egy kicsit ezen jó érzése töltött el, hogy hát azért ez mások is úgy gondolják, hogy ez lehet az egyetlen célra vezető megoldás, és nem pedig a kompenzáció, meg egyéb dolgok. Most ám még azt el kellett mondanom, hogy mennyire szennyezettek a kutyaink, illetve hát azok a furt kutak. Nekem vannak ismerőseim, akik egyáltalán nem tudják ivóvízként használni a furt kutyaikat, amiket azelőtt használtak, mert tele van a víz nitráttal és nitrittel, tehát ivóvízként nem használható. Most viszont a nagy baj, hogy ezek az emberek közkutakról hordták a vizet. Viszont mi most fokozatosan a közkutakat megszüntetjük, tehát őnekik már nem lesz ilyen lehetőségük se. Ez ugye nem ehhez tartozik ez a téma, de ez azt jelenti, hogy a furt kutyaikat abszolút nem tudják használni. Hát igen, ennek a témának is nagyon sok összefüggése, sok vonzata van. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm.
több tízezer lakást, több tízezer családot érint következő témánk is. Ez pedig a pécsi épületek, elsősorban a panelházak épület felújítási programja, programjai, hiszen több is fut a városban. Elsősorban a hőszigeteléssel vannak ezek kapcsolatban. Stúdiónk vendégei Szász János, városi főenergetikus, és Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya megyei szövetségének elnöke. Jó estét kívánok! Több programról tettem említést. Az egyik egy kísérlet, ami a FÁR támogatásával jött létre, és tulajdonképpen a végéhez közeledik, vagy már be is fejeződött. A másik három folyamatban lévő, de sajnos nem teljesen jól működő programok. Előbb beszéljünk a jó tapasztalatokról. Mi ez a program? A FÁR támogatásával, a város szakmai közleménynek a bevonásával egy nagyszabású épületenergetikai felújítási programot kezdtünk még 95-ben. Az EcoSovereign program volt az igazi támogató, és ennek a keretén belül a felkészülésünkön, kapacitásfejlesztésünk kívül két kísérleti épületet meg is csináltunk. Kísérletképpen hőszigetelésüket, épületgépészeti rendszerüket felújítottuk. Ez egy iskola volt és egy lakóház, most elsősorban a lakóház érdekes számunkra. Ezek a fényképek melyikről készültek? Az Ajtósi Dürer utca 4 volt az a lakóház, ahol megfelelő fogadókészség volt, korábbi kísérletező erő és saját hozzájárulás is lehetővé tette, hogy egy magasabb szintről indulhassunk a kísérletbe, gyakorlatilag onnan, ahol a házak nagy része csak most indul. Gondolom, mint minden kísérlet arra szolgál, hogy majd legyen folytatása. Milyen folytatásai várhatók ennek? A legfontosabb az, hogy várjuk az eredményeket az első kísérleti év után, a fűtési időszak eredményeinek a kiértékelését, majd a finomítást, és ennek a háznak a kapcsán szeretnénk egy szélesebb közönségnek szóló gyakorlati tanácsokat adó tévéműsor sorozatot is indítani. Kísérlet, de van gyakorlat is most a városban, hiszen több olyan program van, amit igénybe vehetnénk. Mik ezek, és miért nem vesszük igénybe? Jelenleg három programra lenne lehetőség, illetve három pénzügyi alap van, amiből lehetne igényelni Pécs városában lévő társasházaknak, lakásszövetkezeteknek, de magán tulajdonban lévő házakhoz is. Az egyik program, ami már régóta megy, a német szénsegély. Ezt még mindig nyitott lehetőség van. A következő, a most indult TEC program, ezt a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Környezetvédelmi Alap támogatja. Itt lakásonként 60 ezer forintot lehet igényelni, vissza nem térítendő támogatásként. Ez sajnos csak 20 lakásos épületeknél kisebbek vehetik igénybe, tehát itt kis családi, vagy kis társaságok, kis családi házakról lehet szó. A nagyobb falat lenne a német bankok által biztosított, mintegy 30 millió márkás kölcsönből lévő lehetőség. Ez Magyarországon egy 5-6 ezer lakás felújítására elegendő, de ha jó tapasztalatok lennének, akkor ez folytatódhatna. Sajnos ez egy nagyon jó kamatkondíciójú, jelen pillanatban körülbelül egy olyan 8-10% közötti kamattal lehetne igénybe venni, 10 éves futamideje van a kölcsönnek, és egy olyan 10-30% közötti önerővel kell rendelkezni. Sajnos az a tapasztalat, hogy egyik programra sem jelentkeztek még, nincsen különösebben lehetősége a lakosságnak arra, hogy ezt igénybe vegye, aminek több gátja van. Vajon nem jól tájékozottak a lakók, az emberek a városban? Nem. Az egyik probléma az, hogy itt, tehát a német kölcsönről beszélve, az egyik baj az, hogy a bankok sem készültek még kellően fel. A másik probléma az egész dologban, hogy nem tudják és nem ismerik az emberek ennek egy részét. Van egy olyan része, hogy a távfűtővállalattól is félnek, hogyha megtakarítás lesz, akkor esetleg drágább lesz a távfűtés. Tehát vannak ilyen személyes és vannak pénzügyi problémák is. A különböző bankok különböző feltételeket szabnak, és nem igen engedik hozzájutni a pénzhez a társasházakat. És a társasházi törvény a befejező része ennek az akadálynak, hiszen a társasházi törvény szerint 100%-os döntés kell ebbe az esetbe. Emellett bonyolítja a dolgot, hogy van vegyes tulajdonú épület is, ahol az önkormányzatnak bele kellene ebbe szállni. Sokszor látunk olyan épületeket, ahol látszik, hogy egy-egy lakás hőszigetelése megoldott, ilyen foltok vannak a panelházakon, akkor ez teljesen magánerőből folyt le?
Nem magánerőből folyt ez le, hanem a társasházaknál is egy-egy döntés van, és ezek elsősorban inkább hőszigetelési, vagy ilyen hőhidaknak a problémája. Az egész komplex beruházás az úgy valósulhat meg, hogy a fűtést is korszerűsíteni kell, és az épületet is szigetelni. Tehát nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy csak foltokba szigetelünk. A városnak vajon miért fontos, hogy ezt végigcsinálja? Előtte megengedi, akkor szeretném a műszaki feltételeket röviden tisztázni. Három lépcsős a felújítás. Az épületgépészeti rendszer felújítása és a mérés szabályozás megoldás az első. A másik egy közbenső megoldás az épület legnagyobb, legkiáltóbb épületszerkezeti gondjainak a kijavítása, egy ilyesfajta közbenső felújítás, és a harmadik a teljes külső hőszigetelés, ami a német panel hitel felvételének az alapja. Sajnos egy ördögi körbe kerül, aki nem elég anyagival rendelkezik. A teljes hőszigetelés alapfeltétel annak, hogy igénybe vegye a kölcsön, tehát hiába szeretni az első két lépést megtenni, a harmadikra már nincs pénze, és ezzel a kör bezárul. Tehát a pécsi kísérlettel, a FAR kísérlettel mi arra szeretnénk adatot kapni, és talán érvet is adni, és kiutat mutatni, hogy nem biztos, hogy a három lépést egyszerre kell meglépni. Talán lehet egy 1-2, 1+2 első elérhető áru városi támogatású programot megvalósítani, és majd egy szerencsésebb, boldogabb gazdasági körülmények között lépni meg a harmadik lépést. Ha ezek a programok nem válnak általánossá, akkor mi várható itt a tömeges tízezres számú panelházaknál? Meddig élnek még? Jó is rossz híreim vannak. A panelházak nagyon sokáig fognak élni, mert sajnos a szerkezetük, sajnos idézőjelbe téve, rendkívül ellenálló, ezt a rákospalotai robbanás mutatta ki igazán. A gond az, hogy erkölcsileg, fizikailag avulnak el, és egyszerűen nem várható el, hogy az emberek azokat a számlákat állják, amelyekbe belekényszerültek. Nem ők tehetnek róla, hogy ilyen a hőszigetelés, nem ők tehetnek róla, hogy méretlen, szabályozatlan a fűtés, nem is tudnak takarékoskodni. Tehát ezen a helyzeten feltétlenül javítani kell. Ezen a téren mindkét félnek sok tennivalója van, de én azt hiszem, hogy ezt egy későbbi műsorban több alkalommal részletesebben el tudjuk majd mondani. Hőszigeteléssel kapcsolatban van egy pécsi cég, akiknek birtokában van egy olyan kamera, amivel hőtérképet lehet készíteni a panelházakról, egyrészt a nyílászárókról és a külső homlokzati hőhelyzetről is. Mindjárt látunk is erről egy kis anyagot, hogy ez hogyan működik. Aztán közismert, hogy a panelépületeknek hőszigetelési állapota eleve nem volt jó, illetve óriási hőveszteségek keletkeznek rajta. Gyakorlatban ez úgy megy, hogy egy statikai egyensúlyi állapot megléte esetén, ez körülbelül úgy lehet időben behatárolni, hajnali 5-6 óra, tehát még napfelkelte előtt az éjszakai lehűlés után az épület külső homlokzati faláról és belső helységekről hőfényképek készülnek. Ezzel a kiválasztott falfelületnek megvannak a 10 fok pontosságú hőmérsékleti adatai. A hőmérsékleti adatokból, ami a levegő és a felületnek a hőmérsékleti értéke, ezek alapján kiszámolja azokat az értékeket, és megmutatja, hogy például egy panel szerkezetnek hőszigetelési értéke mennyire megfelelő. Ebből egy következő lépés, hogy pontosan meg lehet mondani, hogyha ezen hőszigetelésen javítani akarunk, akkor milyen minőségű, illetve milyen típusú hőszigetelőanyagból milyen vastagságot kell feltenni. Mit tud ez a kamera? Az infrakamerával készített hőképeken a testek valós hőmérsékletét tudhatjuk meg, a hideg színek, a kék, a zöld, az alacsony hőmérsékletű értékeket jelentítik meg, a sárga és a piros a meleg hőmérsékleteket. És a képernyő jobb oldalán pedig az értékek is láthatók. Igen, a beállítási paraméterek láthatók, az emisszió, a környezeti hőmérséklet és a tártávolság. Önök mit tanácsolnak a pécsieknek, hogy hogyan mozgolódjanak? Próbáljanak-e utána járni ezeknek a lehetőségeknek, vagy várjanak, mert lesz erre egy komplex városi program? Én úgy gondolom, hogy most kell lépni, hiszen mind a két, a TEC program is lezárul tavasszal, még a német kölcsön, az pedig szeptemberig igényelhető jövő évben. És ha nem lépünk időbe és nem igényeljük, akkor elmaradnak ezek a hőszigetelések, és az energiát se takarítjuk meg. A város ad ehhez segítséget? A város komolyan mérlegel két programot. Az egyik, hogyha a FAR program segítségével meg tud takarítani pénzt, akkor a szociális lakásfelújítási alapból mintaképpen szeretne megcsinálni egy épületet. A másik pedig, amit említettem, hogy helyzetbe hozó újszerű módon
szakmunkások kiképzésével, tervek közreadásával, szaktanácsadással az első két lépés meglépésében segíti az embereket, és elismeri azt, hogy egyelőre nincsenek komoly ereje, anyagi ereje ahhoz, hogy a harmadik lépésben is beszálljon. Remélhetőleg erre is majd lesz ereje és ideje és alkalma. És a témát természetesen folytatjuk, amint mindennek első jeleit látjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió Aktuális Stúdió című műsorát látták. Kérem, maradjanak velünk, hamarosan híradóval jelentkezünk.